Jelenleg több mint 460 ügyet tudnak intézni a lakosok a kormányablakokban. Ez a szám hamarosan 2000-re nőhet. A bővítés azonban különböző feltételekhez kötött. Megfelelő informatikai támogatás, kiépített gerinchálózat, a számítógépes rendszerek összehangolása, mert ma más rendszerre dolgozik egy földhivatali osztály, másképp egy foglalkoztatási osztály. Ezeket össze kell hangolni, ez időigényes, szoftverigényes, de arra törekszünk, hogy minél hamarabb a hatáskörrel rendelkező ügyintézőhöz kerüljön bármely osztályon az ügyirat, és minél hamarabb jogi keretek közt, jogszabályi keretek közt az ügyfél megkapja a döntést, illetve lesz olyan is, ami csak bejelentés kötelezett. A bürokrácia csökkentését célzó intézkedések részeként ezen túl csak bejelentés kötelezett lesz például a telephely változás, valamint eltörölhetnek közigazgatási díjakat, többek között az elveszett okmányok pótlásának díját, tette hozzá Kozma Péter. A 19. kormányablak a megyében Csengerben nyílt. A településen ezzel egy időben adták át a közel 30 millió forintból felújított járási hivatal foglalkoztatási osztályának épületét is. A kialakításhoz át kellett költöznünk, és ugye a munkaügyi központ, most már foglalkoztatás osztály fogadott be bennünket, és ott tudjuk a munkákat végezni. Azért oda tudtunk menni, mert két helyen van ez az NTG rendszer, a Városházán és a foglalkoztatás, és a kiépítése borzasztó pénz és hosszú idő, és itt gyorsan kellett cselekedni egyik napra a másikra, de bízunk benne, hogy idővel mindenki visszakerül ugyanabba az épületbe, mert ez az álma a dolgozóknak, és addig megpróbálják, tényleg nagyon nagy türelemmel viselik ezt a helyzetet. Az egyablakos ügyintézés ezentúl Újfehértón is elérhető. Simon Miklós országgyűlési képviselő kérdésünkre elmondta, a település a megye negyedik legnagyobb városa, ezért is fontos, hogy modern körülmények között gyorsan intézhetik ügyeiket ezentúl a lakosok. A Szabolcsi 6-os választókerület, ez 5 kormányablak gazdagodott. Köszönet a kormányhivatalnak azért, hogy minél inkább közelebb próbálnak menni az emberekhez. Én láttam azt, hogy habár Nyíregyháza közel van, de micsoda megterhelést jelent egy 70 éves nénikének, hogyha be kell menni a személyigazolványt vagy más ügyet intézni. A nyíregyházi járásban a negyedik, a megyében pedig a 20. az újfehértói kormányablak. 10 munkaállomással, 5 front office és 5 back office munkaállomással várjuk az ügyfeleket. Új gyerekek részére játszósarkot alakítottunk ki, új számítógépek vannak, ügyfélterminál várja az ide látogató ügyfeleket, és természetesen ügyfélbarát kollégákkal találkozhatnak, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ügyeket minél gyorsabban és hatékonyabban el tudják intézni. Az új kormányablakok már elérhetőek az ügyfelek számára. Év végéig még 2 új típusút adnak át, így összesen 22 működik majd a megyében. Ezzel a számmal országos szinten Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a 2. legeredményesebb az új intézmények kialakításában.